Katasztrófavédelmi gyakorlatot hajtottak végre október 17-én városunkban. A gyakorlat, amely minden évben valamely rendkívüli helyzet szimulálásával is kiegészül, a katasztrófavédelmi szervek, a rendőrség, a polgárőrség, a mentők és az önkormányzat illetékeseinek bevonásával zajlott. Az akciót az a törvényi szabályozás teszi szükségessé, amely a városok, települések polgári védelmi besorolásával áll összefüggésben. Ercsi környezetében az ipari balesetek modellezése a Dunai finomító területén felhalmozott nagy mennyiségű vegyi anyag miatt jelenti a fő feladatot. Ezúttal is erre fókuszáltak a gyakorlaton résztvevő szervek. A helyi védelmi bizottság vezetőjeként Koltai Gábor járási hivatalvezető koordinálta a védekezést, amely egy olyan alapszituációra épült, amely szerint bombát találtak a finomító területén, és ezzel összefüggésben a kitelepítés szükségessé vált. A gyakorlat részeként a művelődési ház nagy termében recepció és befogadóhely kialakítására is sor került, míg a város oktatási intézményeiben tűzriadó próbát és elzárkózási gyakorlatot hajtottak végre. Az akció lezárásaként a Védelmi Bizottság kiértékelte a megszerzett tapasztalatokat.